Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, szükséges egy úgynevezett tűzvédelmi nyílt nap a társasházak lakói számára, közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató helyettese. Nagy József hozzátette, a szabályok betartása jelenti a biztonság alapját. Rendszeresen megjelenő problémaként tapasztalják például, hogy nem tudják, hova szerelhető fel a vagyonvédelmi rács, de sokszor a menekülési útvonalat sem hagyják szabadon. Országos tűzvédelmi szabályzatunk hozott egy pár olyan döntést benne, amely érinti a lakóházak tűzvédelmét. Gyökeres változások nem következtek be ebben. Igazából mi arra szeretnénk ezzel az akciósorozattal felhívni a figyelmet, hogy tartsák be ezeket a szabályokat. Felhívnánk azokra a figyelmet, amelyek az OTS-ben megjelenő új szabályozásokat vannak maguk után. Többek között ilyen, hogy csak egyet említsek, ebből a 14 méter lakótér magassággal rendelkező épületeknél egy 3 éves időszak volt arra meghatározva, hogy a szellőző rendszerek tisztítását, karbantartását elvégezzék, ami a jövő év márciusában le fog járni. Szabályozták például a folyosók használatát is. A közös közlekedő területeken egyaránt biztosítani kell a szabad menekülési, illetve tűzoltási útvonalat. Ennek a legkisebb szélessége 110 cm, magassága pedig 196 cm. Így ezentúl a virágokat, polcokat és egyéb tárgyakat csak ezeken a területeken kívül helyezhetnek el az ott lakók. A jogszabály tavaly március 31-én lépett életbe, azóta minden társasházat megvizsgáltak a katasztrófavédelem szakemberei, és pozitív tapasztalatokkal zárták az ellenőrzési sorozatot. Egy tűzeset során a mentésben résztvevők testi épségére is vigyázni kell, közölte Leskovics Zoltán tűzoltósági főfelügyelő. A menekülési útvonalakat ezért kell minden esetben szabadon hagyni. Évente több száz tűzesetben segítenek a megyében, ezek egy része társasházakban keletkezik. Otthon jellegű épületekben bekövetkezett tűzesemények nagyságrendileg 4-500 következik be egy esztendőben. Idén már szeptember 15-ig 371 ilyen tűzesemény történt a megyében, 17-en sérültek meg, és 2 személy vesztette az életét. Az elmúlt évek során pedig nagyságrendileg 25-40 fő sérülése következett be lakóháztűzeknél, otthon jellegű épületek tűzeinél, illetve 2015-ben 5 személy vesztette az életét, 2016-ban pedig 4. Szeptember 18-a és 20-a között nem csak Nyíregyházán, hanem Fehérgyarmaton, Mátészalkán és Kisvárdán is várják majd a társasházak lakóit a katasztrófavédelem szakemberei.